Csütörtökre érkezhet egy újabb hideg légtömeg, de kicsi a valószínűsége, hogy a téli csapadék akkor megmaradna. A következő napokban plusz 3, plusz 4 fok körüli hőmérséklet várható. Ez nem elegendő arra, hogy megmaradjon a hó. Vagyis annak ellenére, hogy tegnap nagy pelyhekben hullott a hó, nem bízhatunk abban, hogy fehér kalácsonyunk lesz. A köztisztasági kommunális közvállalat munkatársa a mai nappal kapcsolatban elmondta, két csapatuk van, az egyik a gyalogjárdákat, a másik az utcákat takarította. Tegnap délután összesen 20 ember és 6 hótakarító jármű dolgozott a városban. Az autópályát és a nemzetközi utakat a Vojputer tette csúszásmentessé. Fennakadás nem volt, nyilatkozta Ivan Sudarevic, a vállalat referense. Az emberek többsége kisebb-nagyobb nehézségek után, de azért eljutott ma reggel a munkahelyére. Az utak tiszta voltak reggel, mikor jöttem, úgyhogy semmi, motorra járok dolgozni, és nagyon jól jöttem. Mondjuk, aki esetleg valami segédeszközzel jár, annak nem volt egyszerű. A meteorológus szakember elmondta, évvégéig nem lesz komolyabb lehűlés. Napközben is 0 fok felett lesz a hőmérséklet. Január 5-e és 10-e között számíthatunk majd erősebb lehűlésre.